hogy itt nincs mit aláfámasztani. Az, hogy zajlik egy ügy, amiben majd lesz egy döntés, az a nyomozásnak a része. És egyetlen egy kérdés van, hogy hogy lehet, hogy 6 év alatt odajárt 4 évig az egyik kislányom, odajár 3 év a másik kislányom, és én nekem ezt egy március 1-i levélből kell megtudni. Tehát nyilván voltak belső, de mivel ez egy szürke zóna, a szürke zóna alapján egyszerűen nem fog senki merni olyat mondani, mert amit lát, az se tudja, hogy elhiggye vagy nem. Ez egy nagyon bizarr kérdés. Tehát nyilván nem a legdurvább dologra kell gondolni. De szülőként ennél sokkal kevesebb sem fér bele. Persze, mert és, az és ez egyszerűen nagyon nehéz azt mondani valakire, hogy ezt csinálta, vagy azt csinálta. Egy óvónőnek is egy rossz érzése lehet. És én kérdezem én, hogy amúgy ebben az óvodában elég sok óvónő volt. Nem csak vezető. Soha senki nem szólt neki. Én beadom reggel 8-kor a gyerekemet. Elhozom 4 órakor. A 3 éves gyerekem nem fogja elmondani, de a 4 éves gyerekem sem. Mert azt hiszi, hogy vele játszanak. Ő neki nem fog tudatosulni ez a dolog. Ahhoz nagyon durva dolognak kell történnie. Igen. Tudok ilyen esetről bölcsödébe. 11. kerület magánbölcsöde. Ahol a 2 éves kisfiúnak olyanon kellett átmenni, ami kiderült otthon egy nagyon kellemetlen fürdőszobai eset kapcsán. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek erről nyíltan tudnak beszélni, vagy egyáltalán tudják, hogy mi történik velük. A szülők meg foton tudnának. Ha én ott ülnék bent, akkor nem kell bevinnem az óvodába, vigyázni foton a saját gyerekemmel. De közben dolgozom. De több óvónő is mondta, hogy ők jelezték egyébként, csak ugye az óvónő nem kerülheti meg a vezetőt. Szóval, hogy ennek igen, van egy útja, és a vezetőnek jelezte, hogy itt valami gebasz van, és a vezető pedig jó, majd izé, és nem történt semmi, és így. Tehát, hogy ez a hát probléma. Igen, de akkor szülőként... Szülőként mi hogy tudunk ezzel nem védekezni, vagy föltetnek nekem egy ilyen kérdést, hallottam róla. Nyilván nem hallok róla. De nem, mert van olyan szülő, most akkor lehet, hogy nem pont, de van olyan szülő, aki több esetet jelzett, hogy probléma van egy másik óvónő kapcsán, tehát hogy itt meg itt a Peti bácsi kapcsán, és most akkor lehet, hogy nem pont nálatok, de hogy olyan fura volt, meg hát valaki följelentette. Tehát, én is tudok olyat mondani, ami eljárás mentem az óvoda vezetéshez. Ez voltak olyan problémáink, amivel mi is bementünk az igazgatóhoz, mi is megkerestük, és anyuk megsimogatják a vállamat. Anyuka, várjon egy pár hónapot, minden meg fogja volni. Hát, tehát, hogy az óvodában az ügyintézés az el, és nyilván szülőként fog elrohanni a minisztériumba, és és az óvónőknek sincs megadatva az, hogy amikor a gyerekek az, hogy éppen nyugalomban vannak, előkapják a laptopot és írásban jelezzék a vezetőnek, hogy milyen problémáik van. Márpedig ugye írás is üzenik, hogy fogok kérdezni. De ma már az életszerűtlen. Meg egy ez is milyen? Fogom kitörlem. Igen. Hát, hogy egyáltalán nem biztos volt. Nem voltak. Meg azért nagyon nehéz ezt leírni. Tehát, hogy azért kérdezem én, hogy azért van itt a csomó szó, hogy írjuk le?